Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Székely Zoltán, a Hanssági Múzeum igazgatója, akit szeretettel köszöntök, szép jó napot kívánok. Én is köszöntök mindenkit. Zajlik már a Múzeumok őszi fesztiválja elnevezésű programsorozat, egészen pontosan szeptember 26-án kezdődött, és egy kis puskázással meg is mondom, hogy meddig tart, november 16-áig egészen pontosan. És ehhez a programsorozathoz, amely egyébként egy országos, Mosonmagyaróvár is csatlakozott immáron sokadszorra. Mi ez az őszi fesztivál, és miért éppen ősz? Mert azért múzeumlátogatás, hogyha valaki jobbra-balra megy az országba, és egy kicsit nyaralgat, akkor inkább a nyár lenne az, ami aktuális erre, nem? Akkor miért éppen ősz? Pontosan azért, mert a célközönség most nem a turisták, hanem elsősorban a helyben lakók. Az a közösség, amely létrehozta a múzeumot és amely fenntartja, és tapasztalat az, hogy a helybéliek meglehetősen ritkán járnak múzeumba. Általában gyerekként, iskolásként elviszik őket a történeti kiállítást megnézni, és ezzel úgy le is tudódik a dolog. Sokan a fejükhöz szoktak kapni, hogy hát jó, most ez van a múzeumban, amikor az ember erről arról beszél, ja, az van a múzeumban, rácsodálkoznak, ugye, hogy mennyi minden történik. Igen. Egyébként a szürke hétköznapokon is. És pontosan az elmúlt évek múzeumi átalakulásának az volt a célja, hogy nyitottabbá tegye a múzeumokat, elsősorban a helyi közösségek irányába, és olyan programokat kínáljon, amellyel a helybélieket is, a városlakókat is be lehet csalogatni a múzeum falai közé. És ennek keretében több kezdeményezés is született. A tavaszi, koranyári időszakra esik a múzeumok éjszakája, míg az őszi idényt a Múzeumok őszi fesztiváljával kívánjuk feldobni. Mint elhangzott, ez egy országos programsorozat, amelyet a Kultusztárca hirdetett meg, és amelyet a Szentendrei Skanzen mentorál, és minden évben van valamilyen központi téma, tematika, amire fel lehet építeni, nem kötelező módon, de fel lehet építeni a programokat. Már is beszélünk erről, csak egy kicsit azt áruljál nekem, mert most végignéztem, hát a túlzás, hogy végignéztem, de azért megpróbáltam át futni ezt az országos rendezvény naptárt, ugye van egy ilyen kis füzet, amiben minden múzeumnak minden programja szerepel. És azt néztem, hogy azért a nagyvárosokat összehasonlítva Mosonmagyaróvárra, nagyon sok programmal készült Mosonmagyaróvár. Miért tartották azt fontosnak, hogy ennyire ilyen aktívan és ilyen intenzíven csatlakozzanak ehhez? Mert vannak kisvárosok, akik szintén itt vannak ebben a programsorozatban benne, de mondjuk 2-3 programmal, és akkor kész, ennyi kifújt. Mosonmagyaróváron viszont, ahogy néztem, egy teljes oldalt, ha csak ilyen képletesen nézzük, tényleg egy teljes oldalt foglalunk el, sőt, még azt hiszem, még egy picike hozzátartozik ebben a műsorfüzetben. És hát, ahogy néztem, nagyon-nagyon színes programokkal, és nagyon változatosokkal, amikkel egyébként majd beszélünk, ugye? Csak hogy miért ez fontos, ez ennyire? Azt hiszem, az előzőkben már így említettem, hogy fontosnak tartjuk, nem csak általános szinten, hogy a múzeum a helyi közösséget szolgálja. A helyi közösség számára is nyújtson programokat, és a helyi közösség számára a kultúra közvetítést, az érték közvetítést olyan módszerekkel oldjuk meg, amely élményt nyújt. Ez az élményszerűség, ez egy nagyon fontos momentum az újabb múzeológiában, és ezért gondoltuk azt, hogy olyan élményt nyújtó programokat, programsorozatot állítunk össze, amely talán szélesebb közönség számára is csalogató lehet. Mert hogyha van egy ilyen kampány, ami mondjuk 1-2 hétig tart, és akkor nagyon intenzíven, mondjuk így pestiesen nyomatják ezt, és nagyon színes programokkal jönnek, akkor elképzelhető az, hogy mondjuk decemberben, novemberben, februárban és márciusban is azt mondja valaki, hogy na, akkor most elmegyek és megnézem, hogy mi van a Csellei házban, vagy mi van a Hanssági Múzeumban. Természetesen ez a távlati cél, ha nem is 1-2 hónapos átfutással, de azt szeretnénk elérni azáltal, hogy folyamatosan jelen vagyunk a város kulturális életében, hogy rögzüljön a helyi közösségben, hogy van egy múzeum, amely nem csupán kiállítást kínál, hanem széles skálán különböző programokat, és ezeken a programokon érdemes részt venni. És akkor nézzük tehát, ugye
tematika, illetve a fő gondolatmenet, amihez kapcsolódik most idén, ami az ajánlat ugye országosan, az, hogy Széchenyi emlékév van. Ez hogy néz ki itt Moson-Magyaróváron? Mi mindennel készültek, ami volt már, vagy esetleg még várható? Valóban a Széchenyi emlékévre fűzték fel idén a Múzeum a Köszi Fesztiválját, de nem Széchenyi személyére konkrétan, hanem mint hídemberről vették a mottót, és az építsünk hidat, illetve a híd, ami összeköt, az a két szlogen, amelyet megadtak, és amelyhez mi is próbáltunk többé-kevésbé kapcsolódni. Természetesen nem elsősorban azzal, hogy híd témájú programokat szervezünk, hanem ezt áttételesen is értve, hidat verni a különböző nemzedékek, a nagymamák és az unokák közé, vagy a hidak kapcsán, hisz azok a folyókon ívelnek át, a vízről, a vízgazdálkodásról, ennek a történelmi múltjáról és jelentőségéről is szólunk, és hogy ez mennyire aktuális, az elmúlt esztendők nagy árvizei megmutatták. De ezen túlmenően a különböző mesterségeket is megidézzük, illetve olyan programjaink is vannak, amelyekben a Moson-Magyaróvár néhány hídja is egyéb épületek mellett szerepelhet. Tehát egy meglehetősen gazdag és változatos program. És akkor egészen tágan értelmezve. A lehető legtágabban értelmezve. Azt mondtuk, hogy a gyerekek ugye azért eljutnak a múzeumba, ha más nem az osztályfőnök, vagy a történelemtanár segítségével, és hát múzeumpedagógiai órák is vannak egyébként itt önöknél, amiken ezek részt vehetnek. Ez a program sorozat azonban kőkeményen azért benne van majd még az őszi szünetben, tehát beletartozik, és nagyon sok olyan programmal is készültek, amik egyébként tényleg a gyerekeket fogják meg. Nézzük egy kicsit meg az őszi szünetet, hogy mi lesz így az őszi szünetben, mert ez egy fontos része, ugye a nyarat, azt mindig tele tűzdelik programokkal a gyerekeknek, akkor egyik tábor, másik tábor, és hát nyilván itt van egy Minden Szentek meg egy Halottak napja ebbe az egy hétben benne, de azért, aki szeretne esetleg kapcsolódni ehhez, egy kicsit kulturálódni, egy kicsit körbenézni itt a saját városában, az mivel tudják megfogni. Pontosan ezt a hiátust akartuk kitölteni az Egy nap a múzeumban című kezdeményezésünkkel. Ezt most először hirdettük meg, és a hídverés jegyében az nagymamákat és az unokákat hívjuk a múzeumba, hogy megismerkedhessenek a múzeumi munkával, a múzeumban folyó tevékenységgel, illetve ezen keresztül a gyűjteményeinkkel, és természetesen, mivel helytörténeti múzeum vagyunk, ez a gyűjtemény Moson-Magyaróvár értékeit mutatja be. És miért a gyerekek, meg miért a nagymamák, tehát hogy jön ez a kettő így össze? A szünetben a szülők egyik legnagyobb problémája, hogy mit is csináljanak a gyerekkel, hisz ők dolgoznak. Ilyenkor általában előveszik a nagyszülőket, akik babysitter szerepbe kerülnek. Most ezen próbálunk segíteni, hogy változatosabbá tegyük ezt a feladat megoldást, és hát a múzeumban egy napot eltöltve talán sikerül kizökkenni a szokásos gyermekőrzési metódusból, és a gyerekek számára is izgalmasabb lehet, ha a nagyszülővel együtt fedezhetik fel a múlt kincseit. Tehát akkor valami olyan közös programra kell gondolni, közös élményre, ami igen, a nagyszülőknek, meg a gyerekeknek is izgalmas. Közös aktivitást terveztünk be ebben a programban, és ez nagyon fontos abban a szempontból is, hogy a különböző nemzedékeket közelebb hozza. Hisz ma már azért a nagyszülők tényleg nagyon gyakran csak akkor kerülnek elő, ha vigyázni kell az unokáikra. Akkor miért ne vigyázzanak aktívan rájuk? Miért ne vigyázzanak aktívabban, és talán ez közelebb is hozza őket. Az aktivitásról, illetve ezzel kapcsolatban volt egy ilyen kezdeményezés, aminek az volt a címe, hogy a The Big Draw, csak kinyögöm ezt az angol kifejezést, ugye a nagy rajzolás. Ennek a lényege az volt, hogy egy közös alkotás legyen a múzeum falain belül, közösen hozzanak létre valamit. Ez van még ebben ennek a programsorozatnak a részeként, vagy kitaláltak valami mást? Megmaradt-e a közös alkotás? A dolog lényege megmaradt, tehát továbbra is van olyan programunk, amely a közös alkotásra és többé-kevésbé a rajzolásra épít. Ez egy, mint elhangzott, egy nemzetközi program, amelynek a védjegye védett, annak van egy angoliai jogtulajdonosa, és ezt a Szentendrei Skanzen
szokta megvásárolni, és az elmúlt években ennek megfelelően lehetett nálunk is, Magyarországon is nagy rajzolást tartani. Idén nem sikerült megállapodni, úgyhogy most a nagy rajzolás elnevezést nem használhatjuk, de ettől függetlenül ugyanezt a koncepciót alkalmazzuk tovább, annyi kiegészítéssel vagy változtatással, hogy most nem csupán rajzolunk, hanem egy társasjátékot készítünk, és ha már a hidak a fesztivál mottója, akkor egy olyan társasjátékot, amely feldolgozza Mosonmagyaróvár műemlékeit, azt a néhány hidat is, ami itt található, és az egyéb épületeket, szakrális épületeket, templomokat, kápolnákat és a fontosabb középületeket, és ebben lehet rajzolni is, aki szeret kilépni a két dimenzióból a három dimenzióba, az makettet is készíthet, és aztán így jön össze, így áll össze az a társasjáték, amely a programsorozat, ennek a programnak végül is a végcélja. Izgalmasan hangzik, nagyon-nagyon-nagyon. Egy másik fontos momentuma még a Múzeumok őszi fesztiváljának az is, hogy ne csak a múzeumok falai között legyen élmény, hanem ki is vigyék valamilyen szinten ezt a fajta kultúrát a múzeum falain kívülre. Ez Mosonmagyaróváron hogy valósul meg? Ez az utazó múzeum programunk. Ez is már több évre tekint vissza, és nem feltétlenül kapcsolódik mindig a Múzeumok őszi fesztiváljához, de ennek is részét alkotja. Ugye az iskolák az egész város területén elszórva találhatók, és mivel ugye szétnyúló város vagyunk, ezért vannak olyan iskolák, ahol problémás megoldani, hogy az óra rendbe illeszthető módon eljussanak a múzeumba. Úgyhogy ha a hegy nem jön Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, azaz az múzeum vonul ki az iskolába, és tartunk olyan órákat, amelyek szintén a múzeumi munkát, a múzeumi gyűjteményeket mutatják be. Egy széles palettát kínálunk az iskolák számára, ebből lehet választani, és ennek megfelelő foglalkozást tudunk bemutatni. És hogy ez a foglalkozás igazán élményszerű legyen, hisz az élményszerűség ugye itt is fontos szempont, nem csupán arról van szó, hogy egy kollega vagy kollégina kimegy és frontális előadást tart, hanem, azt nagyon tudják unni, igen. Igen, az nagyon ezt nem menő azzal most. Akarjuk feldobni, hogy műtárgymásolatokból egy szettet állítottunk össze, és ezeket a gyerekek meg is foghatják. Tehát amiről szó van a múzeumi óra keretében, az tapinthatóvá is válik, és ez gyerekek számára mindig sokkal izgalmasabb. Ez mindig izgalmasabb, igen, hogy egy ilyen régi tárgy, vagy régi emlék. Akár régi fegyverről van szó, akár valamilyen mesterségbeli szerszámról, azt megfoghatják, optimális esetben még ki is próbálhatják, hogy hogyan is működött, vagy hogyan lehetett megfogni, használni, hogyan lehetett vele elvégezni azt, amire azt az eszközt kitalálták, és azért ez mindig oldottabbá teszi az órát, és reményeink szerint élményszerűbbé is, és talán az a tudás, amit megpróbálunk így átadni és közvetíteni, az talán mélyebb nyomokat is hagy a gyerekekben. Gyerekekről beszéltünk, a nagyikról akkor beszéltünk, hogy nekik is készülnek, Széchenyről is beszéltünk. A felnőtteknek mi az, amit még esetleg kiemelne, ami még az elkövetkezendő időszakban lesz, úgy gondolja, hogy izgalmas, akár komolyabb szakmai program, vagy bármi, ami élménydús lesz majd? A felnőttek számára többfajta programot is kínáltunk. Ugye magának a fesztiválnak az indító rendezvénye egy hangverseny volt, az Európa Szalon együttes tolmácsolásában, és majd a záró programunk is kifejezetten felnőttek számára szervezzük. Ez a Szent Márton naphoz kapcsolódik. Az mindig izgalmas a felnőtteknek. Igen, ez már szintén egy hagyománynak tekinthető műsorszáma múzeum palettáján. Szent Márton nap ugye az újbor ünnepe, de mivel ugye múzeum vagyunk, ezért csak szimpla bor bemutatót, borkóstolót azért mégsem tartunk. Ez egy, ha úgy tetszik, minden érzékhez szóló rendezvény, ahol egyrészt a szellemet és a lelket is tápoljuk azzal, hogy egy kis előadás hangzik el valamilyen a bor köré szervezett témában, illetve bordalokat is lehet hallgatni, és aztán a fő attrakció az valóban egy borkóstolás lesz. Idén egy tokai pincészetet látunk majd vendégül, és az ő boraikat lehet végig kóstolni.
Hát ez így együtt nagyon izgalmas, azt hiszem, hogyha egy külön-külön is, de így együtt meg pláne egy ilyen estét eltölteni, akkor önöknél ez a Cselleiben lesz? Ez a Csellei házban ugye lesz. Ugye azért ott van ennek igen, a megfelelő ennek a hangulata. Természetesen. A díszterem az azt hiszem, mint Óvár egyik legpatinásabb belső tere, kiváló keretet ad egy ilyen jellegű produkció számára. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és reméljük, hogy minél többen mennek el még a hátralévő programokra, ugye egészen november 13-áig, úgyhogy van még idő. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, és ne feledjék, menjenek el a Csellei Házba, illetve a Hansági Múzeumba, ahol éppen zajlik a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozat. Viszontlátásra!